követően eljárásbíró elrendeli az elsőrendű alperes összefoglaló nyilatkozatának szó szerinti rögzítését újrakezdésben. Jó, tehát akkor ez a nagy mesterségük, hogy önkényesen, folyamatosan, ha egy jelenséget, egy eseményt, egy embert, ha kell, puszta jogi síkon akarják értelmezni, mi pedig, így mondom, ilyen buta és nem tudom, ilyen módon minek követjük. Mindig ők most megmondták, akkor amikor ők támadnak bennünket, akkor csak jogi síkon értelmezünk. Mindig az ideológiát akarják, nem az ideológiát, a hagyományos értékrendet akarják kiiktatni a társadalomból, mert a nemzetközi pénzhatalomnak nyilvánvaló, hogy ez az érdeke, hogy a nemzeti érdeképviselőnek a csirája is tűnjön el, és akkor lesz egy termelő és fogyasztó állatokból lévő társadalom, akinek a választás előtt majd megmondják, hogy kit ixeljen be, és akkor ő beixeljen. Tehát ez az idegen hatalmaknak ez az érdeke. És nyilván megvannak az ügynök szervezeteik, akik ezeket végrehajtják, akik zsoldosak és júdáspénzt megadják, ők pedig itt terrorizálnak bennünket. Tehát valójában ez a fő cél, hogy ezt az ideológiát, ami a nemzeti érdekképviselet, hagyománytisztelet, hagyományszeretet, ezeket le kell bombázni. Ezekre megvannak a zsoldos katonák, ezt csinálják most. Ezt a bombázás kísérletet lehet ideológiának, vagy nem tudom minek nevezni, én ezt mondom, hogy ez a tény. És a másik, ami nagyon fontos, hogy ők ilyenkor mindig nagyon ragaszkodnak, hogy ezt az ideológiai támadásukat, ezt csak jogi síkon kell értelmezni. Ők csak mindig jogszabályra akarnak betartani velük, mindig csak jogszabályra hivatkoznak, mindig csak jogi síkon kell értelmezni. És ez az óriási probléma, hogy ma Magyarországon ez nagyon jól működik. A bíró is, a rendőr is, az ügyész is, a gyermekvédelmi szolgálat is, a jegyző is, a polgármester erre azonnal behasal. Például ugyanígy, hogyha rajtam kívül betámadták volna egy másik polgármester, azon másik évben már nem rendezte volna meg ezt a rendezést. Tehát amikor ők betámadják kvázi jogi úton, rászállnak és elkezdik bacerálni és úgymond idézőben gyilkolni, akkor elérik a határt. Csak pont ezzel a renitens érvedeti polgármesterre bejön az az óriási probléma, hogy ez mondtam, hogy nem hogy meghátrálásra kell, a harci kedvét fokozza. Remélem a barátainak, a hálózat tagjainak is ez lesz, hogy a harci kedvük az fokozódni fog, és fognak majd a városokban találkozni más tárgyalásokon, más megyékben is. Tehát ez a lényeg, hogy nekünk ez a harci kedvünket fokozza, és mi keressük a visszavágási lehetőséget jogi síkon, mert csak ez az egy van a kezünkben. Nekünk nincs más, tehát a mi ideológiákat azt nem nagyon engedik, hogy mi alkalmazunk, meg képviseljük, és akkor mi jogi síkon visszavágunk. Most például jogi síkon mi visszavágtunk a gyülekezési jog szerint. Mi nem akartuk, hogy egy tömegverekedésé vagy egy botránynál eszkalálódjanak az események. Tehát a jogi eszközével én megakadályoztam. Na akkor, amikor mi, tehát mondom ez az érvadagi polgármester jogi síkon felveszi a harcot, ehhez nincsenek egyébként hozzászokva, mert általában mindenki meghátrál. És ők a diadalittas győztesek. Tehát amikor ez visszatámad, ehhez nincsenek hozzá, mert ahhoz vannak, hogy akkor behátrálnak, feladják az értékrendet, nem képviselik tovább, nem tartják meg a rendezvényt, nem büntetik meg, nem merik kiszabni a szankciót, ez így szokott lenni, és ez megy, és ezt nyilván viszik, ahol még vannak ilyen maradványok, azokat ott kitakarítani. Azt kitakarítani, és akkor így gondolják a társadalmat helyre tenni, és utána, mikor én ezt meg a barátaink látszik, hogy a hálózat tagja ezeket felszik a harcot, akkor rögtön már azt nem szabad olyankor a visszatámadásnál, amikor jogilag felszik a harcot. Most is jelen esetben, akkor már rögtön nem szabad azt jogi úton értelmezni, hanem azonnal jön az ideológiai síkra helyezzük, és ezt nem jogszabály betartatásként kell értelmezni ők szerintük, most ezt próbálják önöknek megtanítani, hogy ön se jogszabály betartatásként értelmezze, hanem terjük át ideológiai síkra, és hogyha áttesszük ideológiai síkra, akkor ott bizony már nem jogalkalmazás van, hanem már ott van az ő védendő, nem tudom, politikai, nem tudom milyen világrendük, a sérelme van. Hát ezt így lehet csinálni, azért tettem be a Gyöngyöspatai Heves megyei rendőrkapitányságnál, és azt, hogy a rendőr
nem tehet róla, mert a cigányságnak a kiilleszkedett rétege állandóan az úgy közepén megy és megbünteti, jön a társaság a szabadságjogért, hoppá-hoppá, ez rasszista támadás, ez nem jogszabály alkalmazás, átteszünk, és ott is obszkurus módon a bíróság eminens diáként vizsgálgatja, ahogy csodál. Én meg ezt szeretném kérni, hogy itt is ezt ne helyezzük, nem ők mondják meg, hogy mikor tesszük át ezt most ideológiai síkra, hanem ezt, én ezt hangsúlyozom, hogy hogyha ezt fogjuk követni az ő úgy instrukciójukat, hogy mikor értelmezzük jogi síkon, mikor tesszük át ideológiai támadásnak, ezzel azt fogjuk elérni, hogy a társadalom teljesen szét fog zülleni, és azt fogjuk elérni, hogy mivel ezt a fenyegetést állandóan ott tartják, meg majd ott fogják majd lobogtatni a pereknek az eredményét, hogy azok a jogalkalmazók, akik már most se alkalmazzák a jogot, mert a gyermekvédelemben is katasztrófa, nincs jogalkalmazás, rendőr se, stb. Még kevésbé merjen, mert ilyen obszkurus módon majd a feljelentéseik kapcsán másfél évig meg lehet céltáblaként ott lesz, hogy most rasszista volt a rendőr, rasszista volt a polgármester, ideológiai bántott őket, vagy nem, és ez, most ezt mondom, hogy ennek az egész taktikáknak ez a célja, hogy így a társadalmat még jobban lebénítsák, még jobban lefékezzék, és a jogalkalmazás kevésbé tudják alkalmazni. Tehát ez egy nagyon fontos üzenetünk, és azt mondom, hogy jogszabály szerint alkalmaztuk. És azt akarom mondani, hogyha most is, hogy én ide hívtam a barátom, mert lehetne mondani, hogy a nőket én azért hívtam, mert szexuális vonzalmam van hozzá, és akkor lehetne ez, nem, én azért hívtam, én nem, mert tanítani akarom őket. Tehát azért mondom, hogy ezt, hogyha ezt engednénk ezt az önkényes, állandóan az áthelyezés ilyen, hogy nem így és egyéb dolgok, ami ahogy ők diktálják, mert ezt inkvizíciószerűen diktálják egyébként ezeknek a jogértelme, a másikon való átértelmezést, akkor mégis lehetne ezt mondani, és hiába mondhatnám, hogy nem én azért hívtam ide, de a fiúkat is nem azért, mert meleg vagyok, nem azért hívtam, azért, hogy tanuljanak. De ezt mindig át lehetne így értelmezni, hogy azért hívom, mert ők majd kitalálják, mert belelátnak a fejembe, és ők tudják, hogy miért tettük. És azt mondom, hogy arcátlannak gondolom már azt a kísérletet, hogy ők jobban tudják, mert ők nyilván nem egyenlőek, de ők jobban tudják, hogy én miért tettem ki őt. Már maga, hogy itt vagyunk a tárgyaláson, már ez elképesztő, hogy ő azt akarja önnel bizonyítatni, hogy én nem rendezvény technikai okok miatt, tehát én nem mondhatom el a véleményt. Ebbe is az óriási kettős mérce. Tehát nem én mondom meg, hogy miért tettem ki, hanem ő mondja meg, én nem mondhatom, az én véleményem nulla, az ő véleménye az igaz, és kérjük, hogy tessék bíróság kimondani, hogy ő, ahogy belelátott az én fejembe, az úgy történt. Ez is elképesztő. Ez a kísérlet, ez az arcátlanság, ahogy ő így folyamatosan, inkvizíciószerűen átteszik most ezt, ilyen politikai, ideológiai síkra, hogy én azért tettem. Tehát mondom, hogyha én elhívom, akkor lehet ezer millió dolog miatt, hogy a barátomra azért hívtam el, mert szőkés barna hajat. És akkor lehetne így kérni a bíróságot, hogy mondja meg, hogy nem, én azért hívtam el, mert ezt a szőkésért, hogyha lehet, akkor kérem, hogy ne vegye át. Tehát a bíróság ezt ne vegye át, hogy ők kitalálják, hogy miért tettem ki őket. Tehát azért, hogy mert tudom, hogy neki ő férfi, meg nő, meg egyéb más mindent, akkor hogy alkalmazok ellene egy jogszabály, vagy rá egy szankciót, az nem biztos, hogy azért teszem, mert neki van egy védett, vagy nem védett, vagy ilyen, vagy amolyan tulajdonsága, hanem az nyilván azt a jogalkalmazó hagy döntse már el, hogy miért alkalmazta azt a törvényt. Vagy miért alkalmazta a hűzset, mert ugye megint ezzel lebénítják azt, hogy ne lehessen a rendezvénytechnikát, tehát biztosítani normálisan a rendezvényt, oda lesz a botrány, akkor majd jönnek a... Miért nem tette ki őket? Hogyha lenne ott egy tömegverekedés, mint egy 2 milliós kár, akkor jönnek az, hát itt van benne, a jogszabályra benne van, hogy kérhettem volna a rendőrség intézkedését. Tehát csak azt mondom, hogy akkor meg visszahelyeznék megint jogi alapra, hogyha elérnék a céljukat. Tehát azt mondom, hogyha lehet, akkor kérem azt, hogy ez maradjon csak puszta jogi síkon, ez, és elmondtam, hogy gyülekezéstörvény szerint alkalmaztam, és a másik azt a kettős mércét ne alkalmazza a bíróság, hogy ők jobban tudják, hogy én mire gondoltam. Ők jobban tudják, hogy én milyen célból tettem ki. És egyébként még amit akartam, mert ezzel a
ezzel a törvénnyel kapcsolatban, hogy egyszerűen ez vérlázító, tehát ez maga, már maga a kettős mércének az ilyen a jogi síkú alkalmazás, hogy őnek itt csak valószínűsíteni kell, tehát őnek valójában a hátrány és az okokozati függések nem is kell bizonyítani, nem is kell meg, de már maga ez egyébként alkotmány ellenes. Tehát maga ilyen törvényeket nem, hogy ilyen obskurus módon ilyen méretgetni kellene, és azzal a társadalom züllesztést elősegíteni, ezeket sürgősen kellene korlátozni, meg betiltani. Végülis, tehát ezt mondom, hogy ő ne tudja jobban, hogy én mire gondoltam, ő ne tudja jobban, hogy én mi miatt tettem ki, tehát ezt kérem a bíróságtól, és a másik pedig amit mondtam, hogy tehát értelmezzük jogi síkon, és ezt az önként, hogy most jogi síkról áttesszük ideológiai síkra, jogi síkról áttesszük rasszista és ilyen fai síkra, tehát ezt, hogyha lehet, akkor azt mondom, hogy ezt ne vegye át a bíróság, mert mondom, mert ez rendkívül káros, ez arra való az ilyen különböző síkon, önkényesen a másik síkon való értelmezés, hogy az a jogalkalmazó, az a rendőr, stb. Amit elmondtam, nem merje alkalmazni. Tehát Gyöngyös Patán nem merje alkalmazni a szabálysértésért az úton, út közepén vonuló családdal, mert ő meg lesz vádolva a TASZ által, hogy ő rasszista alapon, rasszista támadásként hajtotta végre azt a szabálysértési feljelentést. És ezzel mit érünk el? Ezzel azt érjük el, hogy a rendőr nem fogja merni, mert neki még azon kell gondolkodni, hogy ez nem lesz ez rasszista támadás. Nem lesz akkor másfél évig vagy két évig ott pellengére állítva a rendőrségen, hogy a személyiség jogát megsértettem azért, mert alkalmaztam a jogszabályt. Tehát azt mondom, hogyha lehet, ezt a káros folyamatot a bíróság ne kövesse, és ne hallgassa rájuk, hogy önkényesen fogja és átkezi, és gyakorlatilag ebben is benne van az a kettős mérce, hogy az ő szavuk az fundamentál, az aztán folyamatosan egyébként majd még azt akartam mondani, hogy mikor hányszor hazudott és hogy hazudtak, tehát az az ő szavuk fundamentális, én meg még azt sem mondhatom el, hogy miért tettem ki és miért értelmeztem. Tehát ezért magyarázkodok itt, nem tudom hány órája már, hogy én mire gondoltam. És ő be akarja bizonyítani, hogy nem erre gondoltam, hanem másra gondoltam. Tehát ezt mondom, hogy ha lehet, ezt kérem a bíróságot, ebben ne asszisztálj. Ők vegyenek vissza az ostobaságaikból, és örüljenek, hogy mondom, hogy azokban az elsötétítő micsodában még folyamatokban még őket, még a Soros Alapítvány darabig még finanszírozza. De lehet, hogy le fogja cserélni őket, és akkor egy másikat fog majd finanszírozni ezekre a társadalom bomlasztó folyamatokra. Jó, tehát mégis ezt akarom, még a hatóságairól akkor azt mondjam, mert be akartam ezt is adni a bíróságnak, tehát készítettem egy beadványt is. Tehát akkor itt azt mondta ő az előző tárgyaláson, hogy mintegy 3-4 óráig végül is békésen beszélgettünk a kerekúvásról, de ők tudják, hogy azok kik voltak, MNH-sok, stb. Tehát békésen, de ez is hazugság volt. Tehát ezt Tódor János is megcáfolta. Azt hazudta, hogy az iskola előtt nem ért atrocitás. A bíróság jegyző harmadik oldalának második bekezdésében, az első pedig ott volt a bíróság jegyzőben második oldalán első bekezdésében. Tehát ez is, hogy ők megbeszélik az ügyvéddel, hogy mit kéne hazudni, azért ez elképesztő. Tehát nem, hogy mit kéne hazudni, hanem hogy volt. Ha atrocitás érte őt, a normális, ahogy mondta, a jóhiszemű pervitel érdekében, ha atrocitás, akkor azt kell mondani, hogy atrocitás volt. Nem azt kell hazudni, hogy az az érdekem most, akkor most azt hazudom. Ha atrocitás volt, akkor azt kell mondani, hogy atrocitás ért, és nem azt kell mondani, hogy békésen beszélgettünk. A másiknál, hogyha azt mondja, hogy igen, az, hogy nem ért atrocitás, ez volt a másik. Az, hogy a korábbi évek során másodrendű alperes nevében erre első a kettő alkalommal tartott megemlékezést Érpatakon az úgynevezett becsületnapja alkalmából, mindkét alkalommal volt fáklyás felvonulás is, de annak útvonala egy alkalommal sem érintette a felperes lapcímét. Ez is, de ezekre van alapozva az ő keresetük, egy súlyos hazugság, aljas szándékú hazugság. Tehát ez is, hogy ezt, tehát ezt mondom, hogy ezt hogy lenni hazudni, ezt utána elmondta a tárgyalás, és a keresett levélbe is. Ezt mondom, hogy súlyos hazugság, ezt mondom, hogy ez a bíróság félrevezetési céljából történik, és nem jó hiszemű pervitelt szolgálja. És az is megdöbbentő, ezt is mondom nekik itt, hogyha nem tudja, hogy hol ment az útvonal, akkor azt kell mondani, hogy nem tudom, hogy hol ment az útvonal. De az, hogy ott se volt, és ő bátran a bíróság félrevezetése céljából, és egy hazug koholmány
tartó pilléreként ezt meri állítani, én azt mondom, hogy ez is vérleállító, és kérem is, hogy ezért büntesse meg őket, tehát mert a jóhiszemű pervitelt nem teljesítették. Tehát hazudnak, ott se voltak, mégis azt hazudja, hogy nem arra ment, és egyik rendezvényen sem volt, de ő kinyilatkoztatja, mivel ő a felsőbbrendű lény, mivel a nemzetközi ügynök szervezetnek a zsoldosa. Tehát azt mondom, hogy ez hazugság, aljas hazugság, tehát ez a másik. A másik, amit még az is teljesen megdöbbentem, lehetett volna a zászló, most, hogyha hoznak én fel, nem lehet, tehát engem nem nagyon zavar a zászló, de hogy miért hazudja azt, hogy a menet eleje a magyar nemzeti arcon a zászló alatt vonult el a házam előtt. Hát most, ha nem tudja, akkor nem kell azt hazudni. Ha nem volt, akkor meg pláne nem kell azt mondani. Tehát nem volt zászló, de remélem most a 64 várni is hoznak és lesz zászló az idén. Tehát ezzel mondom, hogy elképesztő, hogy csak ezt azért mondom a bíróságnak, hogy ezeknek az embereknek a szabad lehetőségére adni, tehát megtartani és adni rá, én azt gondolom, hogyha ezeket mind eltévesztették, akkor melyik szavát hiszi el a bíróság, és akkor melyiket, ezt is majd ő megmondja, hogy ez a hazug szavát, ezt akkor el kell fogadni, ezt nem kell elfogadni, azt megint el kell fogadni, vagy hogy van ez? Tehát ezt mondom, hogy szeretném, hogyha a bíróság meg egyrészt megbünteti a rossz hiszemű pervitel miatt, meg ezt a ezeket a hazugságok alapján meg kimondaná, hogy megdőlt a szavahihetőségük. Mert megdőlt. Tehát ők egyszerűen, hogy szólásszabadság gyakorlók és hívők, de azért a tényekhez, hogyha itt akarnak bizonyos dolgokra alkoznak, akkor azhoz kellene tartani magunkat. Tehát ez a zászlóval kapcsolatban akartam. Tehát mondom, hogy kérem, indítványozom majd, akkor a bíróság eldönti. És akkor pont ez a lényeg, hogy megint a zaklatással kapcsolatban, tehát megint azt mondom, azt hazudják, hogy nem elég, hogy én ott őt terrorizáltam, úgymond az iskolába, nem, én a véleményemet fejeztem ki. A véleményemet Tódorról, és most is kivehezem a véleményemet, hogy az az ember, meg azok a cikket, amiben 29 tényállítást maguktól helyreállítanak, én azt gondolom, hogy azon csak azért elmondhatom már a véleményemet, hogyha lehet, akkor az Tódor bácsi elég durván eltévesztette, és most ott van, de nem beszéltet a community.eu, nemzetközi ügynökhálózat honlapja, fiktív egyesület működteti, leveleket nem vesznek át, a kollégáinknak most jól kellene lenni, kiverette meg a TASZ munkatársát, most van a sajtó, mert egyet nem vesznek át, amiatt megyünk nem tudom hányszor a tárgyalásra, mert ők nem veszik át a leveleket, és az idézésről nem jön vissza a per, tehát azt mondom, hogy tehát ezeken hirdetik állandóan úgymond a lejárató cégek, és én erről, tehát ezekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy mivel most nincs nálam, de már néha a bicska kinyílik a zsebembe, mert annyira vérlázító, hogy ők kurucinfóznak, meg nem tudom mit csinálnak, és a community.eu ugyanolyan fiktív honlap leírta rá, de még lesz egy újabb bőménye személyiségjogi perek, de nem kell aggódni, de azt mondom, hogy a Tódori leírja a rendőrség, hogy a bíróság, mert találtunk megint egy olyan lelkismeretes bírót, eddig mindig így csepelte lefelé az ügyészség, találtunk egy lelkismeretes bírót, az ügyész helyett nyomozott, és kiderült, hogy Londonban van a szerver, fiktív az egyesület, és nem tudjuk idézni se a sajtóperbe, se a community.eu. Mi megjárkálunk, zarándoklunk, Tódor meg küldi odafele a lejárató cikkeket, a bíróság állapítja meg, hogy valótlanul állítottuk, valótlanul, ezt is elhoztam, ezt is be fogjuk csatolni, hogy mit művelnek. És azt mondom, és ezzel kapcsolatban mondtam el a véleményemet. Tehát nem szidalmaztam, ez is megdöbbenünk, hogy én a véleménynyilvánást gyakorlok, vagy mi a nemzeti oldal, a konzervatív értékrend képviselői a véleményüket kinyilvánták, az már szidalmazás, az már zaklatás, az már garázdaság. Ők, amit művelnek, az mind a véleménynyilvánítás, szólásszabadság egyébe kell megítélni, és ez sajnos öntudatlanul sokszor a hatóságok átveszik. Mi azért is veszük mi is fel, hogy szeretnénk ezeknek a folyamatunknak véget vetni. Hogy igenis az ott a véleményemet mondtam el, ugyanúgy, ahogy itt is a barátaimnak. Ott voltak jelen, én nem Tódorék, a Tódorék kapcsán nyilván, mert nyilván ő hozta fel, ő szólogatott ott be különböző mondatokat, és nyilván amiatt azt mondtam el a barátaimnak, mert tanítani akarom őket, és tanulni akarok én is őtőlük. És ezért mondtam el, tehát ez is egy hamis beállítás, hogy ők előírják nekünk, a bíróságnak is remélem nem fogja követni a bíróság, hogy akkor ezt nem szólásszabadságként, ez szidalmazás volt. Ez az egyenlő bánásmód törvény szerinti zaklatás előkészülete. Amit utána fogta, hazudjuk azt, hogy oda vezette a felhetszert tömeget. Csendes tömeg volt, baráti társaság, itt vannak most, és itt vannak jó páran azokból, akik részt vesznek a rendezvényeken.
Ez nem felhetszett egy csendes csoportból, akinek elkezdett rikácsolni ő és az édesanyja. De megint, tehát ők azt mondják, hogy én ott előkészítettem már a zaklatást, és utána még rátetéztem azzal, hogy oda vezettem a felhetszert. Ez egy hazugság. Hazugság, mert ott elmondtam a véleményemet Tódornak az aljas cikkeivel kapcsolatban, utána pedig mentünk az útvonalon, és nem azért mentünk oda, hogy én zaklassam őt, hanem azért mentünk, mert Vorosilov onnan támadta az érvatakiakat, meg a gesztelédieket, tehát én ezért mentem oda, és nem mi, ő áthelyezi, azt mondja a Sánta ügyvéd, hogy ezt helyezzük át, ezt rá, egyenlő bánásból, hogy zaklatás alapra, hogy a liberális nézetei miatt vittem oda a tömeget. Hát lehet ezt ezzel így játszadozni, lehet, csak azt mondja, ne nézze hülyének az igazságszolgáltatást, meg bennünket sem. Mert nagyon sok embert elhiszem, hogy hülyének nézve bejön ez a magatartás, de én azt mondom, hogy most már ennek egyszer véget kell venni. Tehát nem, mind a két alapja, tehát én ott nem a zaklatást rosszítottam meg ezzel kapcsolatban, hanem a véleményemet mondtam, hogy érdemes megnézni egyébként, hogy miről beszéltem. A véleményemet mondtam el konkrét ügyekkel kapcsolatban. Egyértelmű, ott majd a videót az biztos nézi a bíróság, meg levetítjük. És utána pedig mondom, a Vorosilov hordáinak a csata helyszínére mentem, tehát ezért mondom, hogy tehát az meg egy hazugság, hogy azért oda vezettem a felhetszert. És Lipus volt barátunk, szokta mindig mondani, hogy kikéri magának, hogy mi rólunk felhetszert tömegként beszéljen Sánta ügyvéd. Tehát arról ne beszéljen felhetszer tömegként, mert egy kulturált, intelligens, hazaszerető csoport. És elhiszem, hogy ők ezeket megint a liberális, tehát a háttérhatalom parancsára ezeket szélsőséges, veszélyeseknek kell nevezni, de ezek nem, ezek hazaszerető emberek, és ezért áldoznak, hogy 17 kilométert legyalogolnak. És ez nem felhetszer tömeg. És hogyha ő beordít és fejbe felállít egy törvényt és előír nekünk, akkor mi a véleménynyilvánítás szabadsággal élve válaszolunk neki. Még azt gondolom, hogy reméljük, hogy még erről nem fogunk oda előre szólni, mert még majd már ez is tilos lesz nekünk, a hazaszerető és konzervatív értékrendet képviselőknek. Hát ezt mondom, hogy tehát az zaklatás tényállásával kapcsolatban mind a két tényállítás a hazugság, tehát ott nem azt mondtam, véleménynyilvánítás volt, nem volt felhetszer tömeg. Ők kötöttek ott is belénk, előző két évben nem kötöttek belénk, ugyanúgy szépen elmentek, hogy észre se vették, nem volt célunk, már az idén is többször voltunk, akkor sem volt semmilyen célunk, hogy ők beléjek köztünk, nem kötöttek, elmondták nekik a rendőrök, hogy nem kell beléjek, az nem lesz semmi probléma. És azt mondom, hogy hát most az idén is el kötöttünk beléjek, tehát se felhetszer tömeg volt, se oda vezetett atrocitás nem volt, tehát az zaklatás is minden pontján aljasság és hazugság. Azért minősítem Tóda Jánossal együtt nem kívánatos személyének, ezt idézem a keresetlevélből, mert a liberálisok csoportjához tartozik. Nem azért, mondom azért, hogy ne eszkalálódjanak a folyamatok egy verekedéshez és egy súlyos testi sértéshez, és amit az ügyvédnővel is megbeszéltünk, itt szeretnénk felhívni a figyelmét a bíróságnak, majd nyilván be is benne lesz, de van az, hogy az alaptörvény 20. cikkének az egyes bekerült a testi és lelki egészséghez való alapjog, tehát ez vezetett bennünket, hogy egyébként most ezt mondom, nagyon humánus voltam. Mert mondom, hogyha akartam volna, már ott akkor meg volt, aki még azt is mondta, hogy kapcsoljuk már le a villanyt, azt majd meglássuk, hogy fog az ott lejátszódni ez a szólásszabadság, és azt is azt mondtam, nem, jobb lesz, ha elviszik innen, és akkor befejezzük. Tehát azt mondom, nagyon humánus voltam, mert mondom, az alkotmányban a testi és lelki egészséghez való jogot jogát védtem, hogy ne legyen neki egy katasztrofális ütés vagy betegsége utána. Tehát ezt mondom, hogy ez is egy nagyon fontos részünk, tehát nem amiatt, tehát ezt mondom, ő áthelyezi, nyilván ő nekik ez a dolog, mindent helyezzünk át önkényesen a liberális voltára, nem a testi egészsége miatt úgymond vittük ki. Ez az egyenlő bánásmód törvény 7. pontos 2. bekezdés A és B pontja szerint azt gondolom, hogy a testi épséghez való joga jogosan korlátozza a szólásszabadsághoz való jogát és egyéb ilyen nagy szabadságjogokat, mert tehát emiatt is korlátozni kellett neki a rendezvényen való részvételi lehetőségét, és hogyha lehet, akkor ezt gondolom, hogy tehát a 7. paragrafus 2-es bekezdés A és B pontja szerint is eljártunk, és emiatt egyenlő bánásmód megsértésének a tényállása viszont nem valósulhatott meg. A nemzetközi érdekek szerint, a pénzügyi érdekek szerint bizonyos testületeket felhatalmaznak, ilyen, mint akár az Ombudsman intézménye is, ilyen kinyilatkoztatás érvényű
tekintélyel. Mert az ombudsman is például kinyilatkoztatja nekünk, hogy valaki hátrányos helyzetű, az tilos vizsgálni, hogy önhibájából vagy önhibáján kívül keletkezik a hátrányos helyzet. Tehát ezeket én azt mondom, hogy ez egy teljes sötétség terjesztés. Tehát ezt mondom, hogy bennünk ez, hogy így felruházzák ilyen kinyilatkoztatás erejű jogkörre, meg tekintély alattól még egyáltalán nem bizony igaza van, de azt mondom, és ez is úgy be van csapolva, hogy most itt van 6 ember, ez a egyenlőség bánásmód tanácsadó testület, és akkor ez leírja mindent, hogy kell ezt alkalmazni, mit kell csinálni, és nyilvánvaló, ők, a zsoldosok, a janicsárok, meg a úgymond a júdások, azok pedig csinálják a perben, és viszik át az önök gyakorlatába, hogy ezt így kell, mert ezt a 6 megbízott nemzetközi ügynök ezt így írta le, és akkor önöknek meg kell alkalmazni, ezt bevinni a törvényeket, csak azt mondom, hogy tehát én szerint, én előtte mondom, ezeknek nincs ilyen ekkora ereje meg érvénye, de hogyha már ezt is, mert nem erre hivatkozik, tehát megint arra, hogy nem kell az okokozati, meg a hátrány, de ebben nagyon jó benne van itt a végén, még ebbe is, majd remélem kitörlik, mert szólnak majd egy telefonnal, és akkor majd ez a határozat, ezt megcsinálták, ezt a mikor is csinálják, 2008-ban most lesz egy 2013-as, és akkor már ez nem lesz benne, mert ez egy újabb állásfoglalása. És tehát végülis ennek is itt az ad 3-4 a végén, itt is egyértelműen leírja, hogy a érdekes, hogy ha észszerű indoka van, akkor semmiféle egyenlő bánásmód megsérülésé. Én azt mondom, hogy ha még akkor sem, hogyha én a liberális voltam miatt, tehát azt mondom, hogy annyira én őt üldözném, de meg tehát azt mondom, hogy akkor se, tehát még ez szerint sem valósult meg az egyenlő bánásmód megsértése. És még egyet akartam mondani, hogy az is egyébként, tehát itt a barátainkkal, tehát nagyon sokat szoktunk foglalkozni, csak elhoztam már, még ezt akartam mutatni, hogy például itt vannak ezek a könyvek, tehát ezt a liberális hegemónia, a neoliberalizmus múltja, a liberalizmus ellen, a liberalizmus bűn, katolikus egyház, hogy valójában most, hogyha ezeket nem lehetne elmondani egy előadáson, meg nem lehetne ezzel foglalkozni, mert állít a nemzetközi ügynök szervezet, állít egy megsértett, jogsértett ember, aminek ez sérti az érzékenységét, és akkor már blokkolják, hogy akkor már ezeket nem lehet elmondani, micsoda, mert valakinek ott lehet a hallgatóságból, ott valaki, egyszerűen nevetséges. Tehát azt mondom, maga ez, amivel most kísérletezne, csak mivel ennek örülünk egyébként, úgy tudom, hogy a Heves megyei rendőrkapitányság az első, mi vagyunk a második célpont, tehát azt mondom, hogy ebbe a csodálatos, tasznak ebbe a csodálatos, úgymond úttörő munkájába, hogyha lehet, azt mondom, ezeket felejtsük el, tehát azt mondom, ezt a hozzáállást, hogy valójában ez, hogy azért lehet ezzel foglalkozni, meg a véleményt kimondhatja, és egyébként még azt mondom, hogy őnek ilyen fóbiájuk, hogyha én a Szőlősi Gábor féle liberalizmus meg a Tódorral foglalkozik. Tehát ez egy tudományos folyamat. Tehát ahol nyilván ezért foglalkozunk a metafizikai hagyományokkal, meg mindig a tradíció, meg az antitradíció tanulmányok, ezt már barátaink nagyon jól tudják. És nyilvánvaló, hogy amikor a liberális ideológiát az ember kritizálja, stb. Azért, mert világosítani akarja, a tudati értelme akarja fejleszteni a barátait, stb. Tehát nem a Szőlősi Gábor féle ilyen agyába való kavargó gondolat, nem érdekel, hogy közvetlenül mi kavarog az ő agyába. Ez egy tudományos és fontos feladat, hogyha a társadalmat építeni akarjuk, hogy a konzervatív értékrend erősítése, ami a társadalmat megtartott, az embert felemelte, és nagyon sok olyan eszme van, ami viszont a mélybe taszítja és lezüleszti. Tehát én ezzel foglalkozok, és ezt ne kavarják össze. Tehát ez, hogy én ezzel foglalkozom, és sokat is foglalkozom, nagyon sok, nem hoztam az összes könyvet egyébként, de ami van, az összeset megveszem egyébként, ami ezzel kapcsolatban, mert érdekel. De nehogy már be Szőlősi Gábornak az érzékenységét, leblokkolják bennem az ezzel való tudományos foglalkozás, az erről való beszélés, mert ő magára veszi. És sose azt mondtam, hogy a Szőlősi Gábor féle liberalizmussal bajom van, vagy a Tódor féle liberalizmussal. Hát én ezt a neoliberalizmust, amit már sokszor szoktam mondani, én elítélem, és annak a kollekciójára törekszem a barátaim szemléletébe, ami mondom anarchizmushoz és nihilizmushoz, tehát értékválsághoz, értéknélküliséghez és káoszhoz vezet. Egyébként vannak olyan könyvek egyébként, amit az is megvan, az anarchizmus klasszikusai, leírják, hogy ők az igazi neoliberálisok, mert az igazi liberalizmus annak anarchizmusba kell torkollani, ezt mondják ki ők. Tehát ezért mondom, hogy ezt mind úgy kezel, csak ezt azért mondom, hogy ezt, mert én ezzel foglalkozok, ezt úgy kezel, hogy ez nem a véleménynyilvánítás szabadsága, meg nem tudományos tevékenység, hanem ez a Szőlősi Gábor támadás, a Szőlősi Gábor szemé
személyiség jogának a sárga tiprását, egyszerűen nevetséges. Tehát ezt mondom, hogy mert én ezzel foglalkozom, akkor, és akkor ő magára veszi. Tehát, hogy én ezzel intézkedtem ellene, és én nekem ez az én. Ne, ez sokkal, éppen a mi küldetésünk sokkal nagyobb ennél, mint hogy én itt Szőlősi Gábor idénylenkedéseivel itt azt mondom, hogy kínlódjak. Mert most ennek örülök, hogy most is itt azt mondom, hogy a nagyon fontos eszmei tanulásról van szó, meg a hazám szolgálatától, csak azt mondom, hogy ne engedjük már, hogyha én foglalkozok valami, akkor ő ezt rögtön magára veszi, és akkor ő a jogsértettsége miatt, akkor levénítják ezeket. Tehát én ezt kérem, hogyha lehet, akkor még a liberalizmus kapcsán, hogy ezt így értékeljük, mert mondom, hogy én sose direkt benegyben, amit akarom, hogy Tódor viszont engem direkt, az a Szálasi hívő polgármester álmokfutása. Nem a Szálasi hívő polgármesterekről beszél, hanem engem támad direktbe. Én ilyet sose mondtam, hogy a Szőlősi Gábor, hogyha ő magára veszi, akkor ennek valamilyen szinten örülök, hogyha valamit beismer, és akkor utána viszont ezt korrigálja. Tehát én nekem ez a célom, hogy ő tanuljon belőle, amit én mondok. Hogyha nyilván valami értelmeset mondana, akkor én azt szeretném az én életembe bevenni. De ezeket ne tekintsük már egymás jogsérelmének, egymás személyiségjogának a mesét. Azt viszont azt most ezt mondom, hogy amikor engem írnak elmebetegnek, nem tudom már milyen őrültnek, stb. Az viszont ezt mondom, hogy az mind belefér neki a gyalászkodat. Amikor én a kritikáról vélenek, az már le van blokkol. Csak ezt mondom, mégis megint ezért megint visszatérve, hogy megint ez a kettős mérce. Ők akárhogy gyalászkodhatnak, bármilyen hazug, például ott van becsapolja, milyen ön akarja befolyásolni, azzal, hogy a TASZ én verettem meg, őt én verettem meg. Ez ő becsapolja, egyetlen becsapolja, nem fél, nem tart attól, hogy a rágalmazást megint terjeszti ezzel, de van a perel, nem kell aggódni egyébként, csak azért mondom, hogy azt mondom, hogy és abban a személyiségünkben jönnek, hogy őrült feles, úristen, ez azért van őrült feleskedő. Hát mit csináljak olyan, amikor valótlan marhaságot állítanak? És az mind a szólásszabadság. Én amikor kimondom a liberalizmus kritikával, már sérti a jogot. Tehát ezt például a bíróság, hogy ezeket óriási felelősségű bíróságnak, hogy ezeket a sötét folyamatokat ő kezdje el vissza orvosolni és visszametszeni, hogy igenis, amikor a véleménynyújtást, azt hagyjuk a véleményt, a gyalászkodást, azt hagyjuk a gyalászkodásnak, stb. De így mondom, hogy ők ezt szugerálják állandóan, hogy mondom, azt tekintjük, amikor engem hülye, őrül, náci, únyilas, szálasívő, ez mind véleménynyilvánítás. Ha én a liberalizmusról elmondom, egyébként még csak ezt is a barátainak hoztam, hogy a Lugánói Tanulmány 2 most jelent meg tavaly. Mi az alcíme? Az a cím, hogy elég volt a demokrácia, vagy elég volt a liberális demokrácia. Ezt írja. Lehet neki, vagy hogyha sérti a Szőlősi Gábor érzékenységét, akkor majd jönnek ilyen per, hogy az összes ezt a Lugánói Tanulmányt be kell szedni, mert sérti, bizonyos ember magára veszi, és akkor sérti az ő érzékenységét, nem? Már most olyan fogunk jutni, hogyha ezek a folyamatok tovább fognak folytatódni. Mindegyik is, tehát mondom, mennyit akartam, hogyha lehet, akkor ezekben narcisztálja a bíróság, és ezeket a baromságokat, hogy mikor ő kettős mérce szerint az ő gyalászkodásuk véleménynyilvánítás, amikor mi elmondjuk a véleménynyilvánításunk, akkor az már egyenlő bánásmód, zaklatás, megsérdés, hogy ezekben narcisztálja, és hogyha lehet, akkor ezeket úgymond a saját törvényes rendje szerint kezelje.